És itt van már a stúdióban Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. Okay, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Párizsban kialudtak, hát nem a fények, de a kialudt az olimpiai láng, viszont hamarosan fellobban majd a paralimpia lángja. Erről volt szó például az áru is az olimpiával kapcsolatban. 19 érmet szereztek az olimpikonok a Párizsi olimpián. A Paralimpiai Bizottság pedig 39 sportolót 13 különböző sportágban delegál majd a következő eseményre, amely augusztus végén 28-án veszi kezdetét. Egyrészt gratulálok már ehhez a létszámhoz, ami mindenféleképpen... Sportolók felképpen... nevében köszönöm szépen. Milyen kilátásokkal utazik a magyar csapat? Szép kilátásaink vannak, növelni tudtuk a sportolók számát, ugyancsak egy fővel, de minden növekedésnek körülünk. A sportágakat azt jelentősen, tíz sportágban voltunk jelen Tokióban, a legutóbbi játékokon, ugye most már ez összetartozik, ahol van olimpia, ott ugye na, utána a paralimpia is van. Mind a tízben megyünk újra, és még három új sportág, a lovaglás, a judo és a bocsa jutott el odáig, a magyar sportolók jutottak odáig, hogy ki tud tudtak jutni, kvalifikációt szereztek a játékokra, 68 versenyszámban állnak rajthoz a magyar sportolók majd. Van esetleg olyan elvárás, cél, álom, amelyel az elnök úr ilyenkor kalkulál? A tegnap volt az eskütételi ünnepsége a csapatnak, és ott is ezt mondtam, és ma is ezt fogom mondani, és innentől kezdve mindig. Ez egy sportverseny, és ráadásul ma már a paralimpia tényleg professzionális sportolók versenye döntően. Mi 68 aranyéremért megyünk. Nem érdemes egyetlen sportversenyre se elindulni szerintem, a háztömb futóversenyre sem, meg az iskolai kispályás focibajnokságra se főleg a paralimpiára úgy, hogy az ember nem akarja megnyerni. Ezért én azt mondom a sportolóknak, ezen az elven gondolkodunk, hogy mindegyiket meg akarjuk nyerni. Más kérdés, hogy valószínűleg ez nem fog sikerülni, mert sajnos az ellenfelek is ilyen célokkal érkeznek oda, de szerintem sportról csak így érdemes gondolni, legalábbis professzionális sportról biztosan csak így érdemes gondolkodni, úgyhogy ezek a, ezek a, ezek a, ez, van, ez, van, bennünk. 18 voltunk az éremtáblázaton Tokióban, 18 helyen végeztünk a nemzetek rangsorában, ez a helyünk itt vagyunk. Alulról karmoljuk az élmezőnyt, vagy ülünk a középmezőny tetején, megközelítés kérdése, itt, itt tartunk, ez a mi helyünk, ezt tudjuk, ezt kell hoznunk. Az nagyon fontos, amit mondott, hogy egyre professzionálisabb tulajdonképpen már a paralimpia is, és lehet látni, hogy azért évről évre, négy évről négy évre valóban a mezőny is növekszik, egyre kiérezettebb a küzdelem, az olimpiával kapcsolatban is elhangzott ez több alkalommal, és mit jelent igazából a világban a paralimpia? Arra kérném szépen, hogy a nézőket egy picit helyezzük ilyen szempontból a képbe. Párizsban ugyanazokon a helyszíneken, ugyanannyi szurkuló előtt adott esetben zajlanak majd a küzdelmek, mert hogy ez volt a Párizs olimpia egyik fénypontja olyan szempontból, hogy szinte mindenütt telt ház volt, és a hangulat. A Paralimpián a mozgásukban korlátozott, a látásukban korlátozott, illetve az enyhe fogban értelmi képességeikben korlátozott sportolók versenyeznek. Ma már elvárás, hogy ugyanazokat a helyszíneket kell használni. A Paralimpiai falu, a médiaközpont és a versenyhelyszínek is ugyanazok, és ezeknek értelemszerűen akadálymenteseknek is kell lenni. Tehát itt nem történhet meg, hogy csak azért egy másik rendezvény helyszíne visznek egy sportágat, mert az előző az nem volt akadálymentes. Teltázak lesznek. Gyából teltházak lesznek mindenhol, őrült munkát végeztek ennek érdekében a franciák, helyesen, és vették is a jegyeket a, a franciák. Úgyhogy óriási hangulat lesz biztos, hogy ugyanúgy, mint az olimpián minden egyes, minden egyes eseményben, és valóban 180 ország az már majdnem annyi, mint az olimpián, 200 valamennyi volt, a, volt az olimpián, és még egy-két paralimpia is, minden, minden, ott is ugyanaz lesz. A magyar sportolók közül, 39 sportolók közül, most kicsit fejből mondom, de sokat nem tévedek, olyan 20, több mint a, vagy körülbelül nagyjából, nagyjából a fele, vagy talán egy picit többen profik, ebből élnek? Sportolói szerződésük van, Gerevics ösztöndíjuk, egyesületi fizetésük, ő nekik a sport, a munkájuk, az a dolguk, hogy elvégezzék a, a, a sportolást. Van itt még azért olyan is a világban is, aki természetesen dolgozik mellett, a parasport még nem totálisan professzionalizált sport, de erre fele tart. Kik lehetnek az állócsillagai akár ennek az eseménynek magyar szempontból? Mert azért vannak olyanok, akik esélyesek. Tudom, 68-aranyére megyünk, de akik akár mondjuk a 68-ból többet is megszerezhetnek. Öt sporták húz bennünket. Az atlétika, ahol Ekler Luca aktív paralimpiai bajnokként jön, és talán abban bízunk, hogy akár ezt meg is tudja duplázni. A kajakkenő, ahol Kis Péter Pál a paralimpiai bajnokunk Tokióból és ott lesz most is, és meg szeretné védeni a címét. A kajakkenő, kajakken, igen, azt most mondtam, a vívás, ahol Veres Amarilla jön címvédőként, de ott nagyon bízunk Osváth és nagyon bízunk a női párbajtőr és törcsapatban is. Asztali Pálos Péter a bajnokunk, aki ott lesz megint, de Svitacs Alexa is ö, ö, komoly esélyese annak, hogy a, hogy a dobogóra ö, felférjen, és az úszás természetesen, ahol három paralimpiai bajnok, konkoly Zsófi, Pabbi és Illés Fanni is a mezőnyben lesz, és mindannyian arra készülnek, hogy megvédjék a címüket, vagy akár címeiket. Van még nagyjából egy percünk, a hátralévő idő az hogyan telik, két hét múlva gyakorlatilag fellobban a láng ismételben. Hát itt van egy nagy logisztika, kiutazás, ennek a megszervezése, ezer része, ugye nyilván mindenki érti, hogy egy mozgáskorlátozott sportoló esetében ez bonyolultabb, van kerekesszék, amiben utazik, van kerekesszék, amiben versenyez, még talán egy tartalékszéke is van, tehát egy picit bonyolultabb logisztika eljuttatni a csapatot Párizsba, mint, mint, mint egy épp sportolói közösséget. Van nyilván ott a helyszínnel kapcsolatosan dolgunk, magát a fal, Ugye ilyenkor az van, hogy a Paralimpiai Bizottság munkatárs, ez így van az olimpián is, nagyjából egy héttel korábban már kint vannak, átveszik a faluban a szobákat, átnéznek, rendbe raknak, előkészítenek, lejárják az útvonalakat. Tehát van egy ilyen falu előkészítő része is a dolognak. Most sportolók megvégzik az edzéseiket az utolsó pillanatig is. Tehát van még olyan, aki még az elutazás előtti nap is edz, és aztán még kint is edzhet. Szóval hát ilyenkor a szokásos előkészültek zajlanak. Itt már igazából csak a finom hangolás van. Nagyon sok sikert kívánok az egész szépen. csapatnak. Köszönöm, hogy eljött hozzánk